És a voltov. Szóval a 104-es lapot fogjuk tanulmányozni, de ehhez egy kicsit vissza kell lépnünk a 103-as laphoz. A Misnától fogjuk kezdeni, hogy tulajdonképpen ma este másfél lapot fogunk szinte tanulni. Úgyhogy innen kezdjük. Az Élőmint Traktátus 133-as lapjának B oldalán a következőt mondja a Misna. Kajens se baj, kajre ha le a gemimbe migdas, ha Dina, medina, im le dám, kám kán asszur. Egy kohén, akinek az ujjával vagy a kezével történt valami, és egy sepp keletkezett, egy sepp hely keletkezett a kezén, akkor rátehet egy kis sepp gumit. Így mondják? Um, mert ugye nem lenne elegáns, hogy ez a seb olyan nyíltan ott legyen. Ó, oh, szervusz Gábor, rég láttalak. E, Hengedűs Gábor. Szóval ráteheti ezt a kis gumit, ezt a seb gumit, de mindez csak a szentében. Ugye, ahogy mondtuk, hogy a szentély, a Jeruzsámi szentélyben különböző engedményeket teszünk a szombattal kapcsolatban. Például az összes olyan rabbinikus tilalom, ami elővégyázatosság beli tilalom, az annulálódik a Szentében. E, ugye miért, mi a tilalom? Mi ennek a sephely hely, guminak a tilalma? sepphely tapasznak, mondja manapság ez tapaszlan, inkább egy ilyen, mint az újra, nem tapasz, hanem egy ilyen kis, a nagymamámnak volt ilyen, amit az újra rá lehetett húzni, és akkor az úgy elállította a vérzést, meg úgy védte a sebet, nem tudom ennek mi a neve, magyarul, de úgy látszik az ókorban is már használták, szóval Miért lenne tilos egy ilyet föltenni e, szombaton? Ugye általában azért lenne tilos, mert minden olyan dolog, ami gyógyítással nem egy életveszélyes szituációban, ami e, gyógyítás, az tilos szombaton, nehogy orvosságot törjünk, készítsünk, és így tovább. És ide tartozik ez a most a mi tananyagunk kedvéért nevezük sebbguminak, ez a sebgumi is, és ez egy rabinikus tilalom, de ez egy tipikusan, ugye, egy elővigyázatosságból hozott rabinikus rendelet. De ez a szentében anulálódik. A szentében nem kötelező. És ezért a koin, akinek egy sebe van, az ujján az fölveheti ezt a sebgumit. Amíg nem mondtok egy jobb szót, hogy hogyan kell ezt mondani, addig ezt a kifejezést fogjuk használni. Viszont, hogyha ezt a gumit azért teszi föl az ujjára, gumi ujj. Ez az. Tudtam. Gumi új. Gumi uj. Ez a jó kifejezés. Ezt föl is írom magamnak, és akkor a kulcszava közé be fogjuk tenni gumiúj. Szóval a gumiújat fölteheti a e, szentélyben a kohén, a szentélyen kívül nem. Viszont hogyha a gumit, a gumiújat azért teszi föl, hogy vért eresszen, hogy kijöjjön a vér a sebből, akkor azt a szentélyben is tilos, mert az már egy vért ereszteni, az már egy tórai tilalom. Oké. Okay. A Talmud ezt a Mishnát fogja kezdeni tárgyalni, és a következőt mondja. Amarab Yehuda Breid Rabhiya lősanu legemjával cilcul katn havi hiturb gadim. Ugye mi az, amit megengedett a misna? Azt mondja a Talmud, nem véletlen, hogy a gumiújt engedte meg. Gumiújt vagy gumiújat? Gumiújt. Vasszak gumiújt. De nem véletlen, hogy a gumiújt engedte meg a Talmud, vagy a misna, és nem pedig egy kis... Um, ilyen kötésövet. Ez gondolom, hogy olyasmi lehetett, mint amit manapság a előre legyártott sebb tapaszok, csak ez nem egy tapasz volt, mert akkor ezt a tapaszt még nem, nem, tudták így elkészíteni, hanem egy olyan kis ruhából készült kis övecske, amit föl lehetett kötni a sebre. Most ugye a fia azt mondja, nem véletlen, hogy a Misna a gumi ujjat, köszönöm Tamás, a gumiújat eh, engedi meg. És nem a katont, a kis sebövecskét, mert a kis sebövecskével lenne egy olyan probléma, amit úgy hívunk, hogy jiturb gadim. Mi a jiturb gadim? A jiturb gadim azt jelenti, hogy a kohaniták, a papok, akik a Jeruzsámi szentében eh, szolgáltak, eh, ezeknek volt egy munkaruhájuk, ahogy ezt már a tegnapi eh, Tananyagban is említettük. Ugye ez a munkaruha egy átlagos kohénnél, egy kohén hegyotnál, egy egyszerű kohénnél négy darabból állt. Volt az öv, az előke, a nadrág, a turbán, és ezt a négy ruhát kellett, hogy hordják, és tilos volt bármilyen e ezek fölött, a ruhadalmak fölött, vagy mellett bármilyen további ruhát viselni. És azt mondja rám, hogy ha ez a sebb tapasz, ez nem egy gumiúj lenne, hanem egy ruhából készült sebőv. most ez, ez, ez egy nyelvújítás, amit most csinálunk, hogy ez sebővnek nevezzük, de hogyha ez egy sebőv lenne, tehát egy előre készített ruhából, anyagból készített, textíliából készített sebb tapasz, akkor azt bizony már nem lehet fölvenni, nem a szombat miatt, hanem Jitur Gadim, hanem amiatt a tilalom miatt, hogy egy kanitának nem lehettek az előre meghatározott négy ruhánál további ruhái. Azon túlmenő további ruhái. A kérdés az az, ezt mondja, hogy Rav Huda Brei a kérdés az az, hogy a, ez a, a ruhagyarapítás tilalma, amiről itt most beszélünk, ez egy valóban egy általánosan elfogadott tilalom, hogy ez csak esetleg azokra a testrészekre vonatkozik, ahol amúgy az ember hord ruhát. De ugye itt, hogyha az ujjamon van ez a tapasz, ami ugyan textiliából készült, de az ujjamra veszem föl, akkor az valóban ruhának tekinthető-e, és ilyen értelemben akkor megszegem a ruhagyarapítás tilalmát, vagy pedig a ruhagyarapítás tilalma az csak azokra testemnek azokra a részeire vonatkozik, ahol amúgy is hordanék, vagy hordok ruhát. Nem mi a Namárlő Amri Turgadim, mert a Makim Gadim, a Mesülőjövő Makadim, a Mesülőjövő Makim Gadim, a Havéi Turgadim. Azt mondta, hogy ennek nincs így értelme, amit Rabbi Huda -re Hia mondott, mert a ruhagyarapítás tilalma az csak, ahogy az előbb is mondtam, azokra a testrészekre vonatkozik, az embernek azon testrészeire, ahol amúgy is hordan ruhát. De a seb, a sebhely, amit most mi ezzel a kis e, sebövvel e, bekötözünk, az nem egy olyan helyen van, ahol az ember amúgy hordon a ruhát, tehát ezért ez nem probléma. Oké, okay. akkor itt van egy vita. De a Júneber Dédrábhi azt mondja, hogy nem véletlen, hogy a gumiújat engedte meg, de nem a sebövet, mert a seböv, amikor ruhából, anyagból készül, ahogy kérdezett Ildikó, akkor az bizony tilos, mert az egy ruhának számít. Legalábbis, mi Huda szerint. És mert ruhának számít, ezért megszegné a kohén azt a tilalmat, hogy ne legyen több, mint négy darabos munkaruhája. Mi azt mondja, hogy miről beszélsz? É, a, em, ennek semmi közelhez, mert ugye a em, a ruhagyarapítás csinálma csak azokra a testészekre vonatkozik, a karom, a testem, a lábam, ahol az ember amúgy hord ruhát. Oké? Okay. Azt mondja hogy a Talmud, oké, okay. akkor itt um, ezt értjük, hogy ezt. Uh, akkor itt van egy ilyen vita, de van nem létezik -e egy másik probléma is ezzel az egész guminyúj problématikával. Mert a t cica! Lehetne egy, itt van egy másik probléma is. Mi a másik probléma? Hogy a kornitának a szolgálatot úgy kellett végeznie a kezével, hogy a keze és a szolgálat végzés tárgya között semmilyen elválasztás ne legyen. Ne legyen, ha cica. Ugye ez a ha cica, ez fölmerült már, amikor mondjuk valaki elmegy a mikvébe, e, rituálisan tisztátalan és elmegy a, a rituális fürdőbe, a mikvébe, akkor a teste és a víz között a, nem lehet, hogy semmilyen elválasztó legyen, semmilyen ha cica. Akkor itt is ugyanez az előírás, hogy amikor a kanita a szolgálatot végzi, a keze és a, a szolgálat tárgya között nem lehet semmilyen az áldozat, mondjuk semmilyen elválasztás. Most, ha van rajta az ujján egy gumiúj, ujj, akkor ez egy elválasztás, kérdezi a Talmud. Azt mondja, hogy egyszerűen a válasz, itt nem a jobb kezéről beszélünk, hanem a bal kezéről. A bal kezén van a gumiúj. Vagy, Bármi mincs, bakal, a hogy bármi nincs, Lajim a Kajma Azt mondja, hogy még egy lehetőség, hogy a jobb kezén van, de nem az ujjain, hanem itt a hátsó részén a kezének. És ezért ez az elválasztás, ez nem elválasztás, mert nem, 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 ott, nem ott, van a gumi új, ahol érintkezik a keze az áldozat tárgyával. Oké, okay. ezt a részt, ezt tisztáztuk. Most térjünk vissza egy pillanat az előbbi kérdéshez. Ahhoz, hogy a ruha gyarapítás tilalma, tehát az, hogy ne legyen, mint több, legyen, ne legyen, több, mint a négy ruhája a kohénon, az egy általános tilalom. És ez bármilyen ruhadarabra vonatkozik, bármilyen méretű legyen, és bárhol vegyem föl, vagy csak a testem azon részeire vonatkozik, ahol amúgy ruhát hordok. De mondjuk egy ujjamra kötött sebtapasz, textilből készített sebtapaszra nem vonatkozik.

a négy részes ruhám fölül, az a, bármilyen ruha, bármilyen textil a testemen van, a testemnek azon részein, ahol amúgy ruhát hordok, akkor ez elég, hogyha csak egy szál textil, nem is kell, hogy minimális mérete legyen, egy szál textil is már, elválasztja a testemet a négy ruhától, amit a szentélyben viselnie kell a papoknak, és ezért az már egy hiturb gadim, az már a ruha gyarapítás tilalmát megszegi. Ha viszont egy olyan helyen van ez a textília, ami nem általánosan a testemnek azon része, ahol ruhát hordok, akkor annak van egy minimális mérete, sala is, három új, három új három egy ekkora ruha, textília darab kell, hogy legyen ahhoz, hogy azt mondjam, hogy az már egy ruha, és ezzel megszegtem a ruha gyarapítás tilalmát. Mit látok mindenképpen Ravéttől? Tamás látom, hogy formában vagy. Szóval mit látok mindenképpen Ravétra, Rave azt mondja, hogy akkor is YouTube, -gadim, akkor is létezik a ruhagyarapítás tilalma, hogyha nem azon a helyen hordom, ahol amúgy ruhát hordok, csak akkor mondjuk nem minimális egy szál textília, hanem ha már csak a, már ha egy szál textilja, hanem csak akkor, hogyha eléri ezt a háromszor három újnyi méretet. De maga a fogalom, hogy Jitur Gadim, az létezik. Azt mondja a Talmud, hogy Rabbi vádai pliga, akkor ebből mindenképp látjuk, hogy Rabbi Jöjhanannal vitatkozik Rave, mert Rabbi Jöjhanan azt mondta, hogy az egész Jitur Gadim, a ruhagyarapítás tilalma, az csak azon a helyen van a testemnek, ahol amúgy hordok ruhát. E, és mit mondott rá? Rave, hogy nem, ez létezhet másod is, csak annyi kitétele, hogy akkor kell, hogy legyen egy minimál mérete ennek a ruhának, ahhoz, hogy ruhának tekintsük. Azt mondja, Talmud, Adarabi Huda, Berei, Adarabi De mondjuk-e azt, hogy Rabbi Hudával e, is vitatkozik Rave? Miért? Mit a Rabbi Huda? Rabbi Huda azt mondta, hogy azért mondta a Misna, hogy gumiújat föl lehet venni a szentében, mert kifejezetten gumiújat lehet fölvenni. De textíliából készített, készített sebtapaszt nem. Miért a textiljából készített sebtapasz, tapaszt, az már Youtube Gadim, az már e, egy plusz ruhadarabnak számítana, és megszegném a ruhagyarapítástilalmát. E, itt viszont mit mondott Rave? Rave azt mondta, hogy csak mivel szedem, szegem meg a ruhagyarapítás hogy hogyha az nem olyan helyen van, ahol amúgy hordanék ruhát, akkor, hogyha van egy minimális háromszor három újnyi mérete akkor úgy tűnik, hogy rámi Hudával is vitatkozom, mert Rabbi azt mondta, hogy ez egy kis, egészen kis textilből készített, de egy kis seftapasz, már az is probléma. Azt mondja, a Talmud, shiny cilcul, de hasif. -e. Azt mondja, Talmud nem. Mert lehet, hogy Rabbi azt fogja mondani, hogy általában egy valóban, hogyha nem a, egy olyan részéről beszélünk a testemnek, ahol amúgy hordok ruhát, ahhoz, hogy ez a textil, ami rajtam van, az ruhának minősüljön, az kell, hogy legyen egy minimum háromszor három újnyi szélességű mérete legyen, de egy cilcul, ami a cilcul, az itt azt jelenti, hogy egy előre elkészített ilyen seb, ókori seftapasz textíliából, az mivel egy előre elkészített valami, ezért van jelentősége, van súlya, akkor is, hogyha nincsen meg a minimális 3x3-as mérete. Szóval az előre legyártott ruháknál aminek valamilyen célja van, vagy előre legyártott textíliáknál, akkor is eh, megszegem a ruhagyarapítás csillalmát, hogyha amúgy egy olyan helyén hordom a testemnek, ahol amúgy nem szoktak ruhát hordani. Mi jutott erről most eszembe? A maszk, amit mostanában hordunk, ami nem kifejezetten egy megszokott ruhadarab, de egy előre legyártott ruhadarab. Mondjuk a mi esetünkben általában ez a maszk ez nagyobb, mint háromszor, háromúnyi, tehát itt se, se lenne probléma, vagy itt se, se lenne kérdés, e, és, e, hogy ez most akkor ruha vagy sem, de egy eszembe jutott, hogy ez is egy ilyen előre legyártott, és nem szokványos ruhadarab. Nem nem is fog azzá válni, bár vannak, akik azt mondják, hogy mostanában megváltozott a világ, és mindig fogunk maszkot hordani. Nem tudom. Mindenképpen térjünk ide vissza, ennek az egész vitának van egy másik feljegyzése, van egy másik változata, és ezt a másik változatot fogjuk most elolvasni. Nisla, Hrina, Amrila, ez a másik változat az úgy kezdődik, hogy a Misna azt mondta, hogy a Kohanita föl lehet egy gumi és erre azt de csak a szentében, a szentén kívül nem veheti föl. És erre azt mondta, mert a mi Huda Brédráf Hinalő Gemi, amivel célzul hajszesz. És erre azt mondta, ami Huda, hogy ahogy mi is olvastuk, hogy ez csak a gumi újra vonatkozik, de a kis előre legyártott, textilből legyártott sebb nem, mert az bizony már eh, ha cica lenne és iturb gadim lenne, tehát gyarapítása lenne a eh, négyszer nézes ruhadaraboknak. És erre azt mondta, hogy már Amár, hogy ha cica, be pachész, és makim gadim, nem a makim gadim. Salé, sár és hajcice, és és én és erre azt mondta Rabbi Yaihanan, nem úgy, mint az első változatban, hogy szerintem nem, létezik Jitur Gadim ruhagyarapítás azon a helyen kívül, ahol általában ruhát hordok, hanem ő is azt mondta, hogy nem létezik, hogy a ruhagyarapítás tilalma azokon a helyeken, ahol általában a testemben ruhát hordok, az bármilyen kisméretű textil, azokon a helyeken, ahol nem hordok ruhát, általában ott háromszor hármas méretű, minimális méretek kell, hogy legyen a ruhadarabnak. Tehát ő a cilcul katon, a kis sebb tapaszt nem esne ebbe a kategóriájába. Erre azt mondja a Talmud, hány rave de erre azt mondja a Talmud, akkor ó, akkor ez pont ugyanaz, Rabbi Echanan, ezek szerint ugyanazt mondja, mint Rafizda. Rave Rav, e -e -e Rav -ra 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 nevében. Azt mondja a Talmud, a pligad Rav Yehuda vagyis akkor lehet, hogy Rave az vitatkozik, nem uh, 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 vitatkozik, mert ugye mit mondott a Yehuda hogy a kis a kisméretű textiliából készült sebb tapasz is már Jitur Gadim egy e, ruhagy, a ruhagyarapítás tilalmát? És mit mondott e, Rave, hogy csak akkor szeged meg, hogyha olyan helyen van, ahol amúgy hordál ruhád, de ahol nem hordál ruhád, ott nem. Ha csak nem eléri ezt a háromszor hármas méretet. Azt mondja, a Talmud, Sájni, de Hasim, nem, mert lehet, hogy Rave szerint, a jutunk ki, ahol az előbb, Rave szerint ugyan nincs háromszor hármas a de mivel ez egy előre jelentős, fontos ruhadarab, ezért ennél a minimál méretnél és kisebbnél is már ruhának számít, és ezért megszeged a ruhagyarapítás tilalmát. Mi a helyzet, Rami Jöjjhananna? Ule Rami de semmi gemi mi a katon akkor tényleg nézzük meg Rabbi Jöjjönönt. Mit mondott Rav, Rabbi Huda? Azt mondta, hogy azért mondja, gumi, azért használja a gumi új kifejezést a Misna, és nem a Katon, az a septapasz kifejezést, mert a, gum, a az egy Jitur Gadim, az a ruhagyarapítását, e, tilalmát me, e, megszemő cselekmény lenne. E, és ugye ezzel nem értette egyet Rabbi Yekhan? No, akkor Rabbi Jöjjön szerinted miért nem a septapaszról beszél a, a hogy erről a sebővről beszél a, a misna. Én azt mondja, a Talmud, Milsa, Ágabur, a Másmonon, de gemi Massi azt akarja mondani, hogy a, azért használta, de Jöjjönön szerint a misna a gemit, a gumiújat, mert az sokkal inkább bír gyógyító funkcióval valami miatt, nem, ne kérdezzétek, hogy miért, mint a előlegyártott textil sebtapasz, és azt akarja a mondani, hogy annak ellenére, hogy ennek gyógyító funkciója van, mégis megengedték a szentében, és ez a e, e, tilalom, e, ami a gyógyítással kapcsolatos szombaton, az nem érvényes a szentében. Idáig tartott a tegnapi tananyag, és akkor lássunk hozzá most a 104-es lapon a mai anyaghoz, egy új Mistával kezdünk. És e, érdekes dolog, ugye nem sokára itt van a tél, mit szoktak csinálni télen, amikor leesik az első hó. Most olvastam a hírekben, hogy a Mátrában már a második hó esett le. Mit szoktak csinálni? Télen felszokták sózni az utakat. Most Izraelben ugye nem nagyon esik hó, de az utakat felsózták, eh, akkor, hogyha esett az eső, vagy felsózták eh, azért, hogy ne csúszunk el. Bajuszkin <tosz> melechal gábé keves. Azt mondja a Talmud, a szentében lehet a rámpát felszólni sóval. Sor, Ugye a szentében volt egy hatalmas ö, oltár, és az oltára fölvezetett egy rámpa. És hogy esett az eső, akkor az a rámpa nedves lett, ott nagyon meg lehetett csúszni, és ezért azt fel lehetett sózni, hogy ne csúszunk meg. Ez is egy engedmény, amit amúgy nem lehetne szombaton csinálni, de mivel ez csak egy rabinikus csinálom, a szentében megengedték. Azt mondja a Talmud, hogy Málin Bajra-Gajló, Bajra-Godol, begalgal, Gálgal, be vagy Sábbasz. Ugyanígy a Szentében volt két nagy öm, kút, ami fölött volt egy kerék, és a kerékkel leeresztették a vödröt, és úgy húztak föl vele vizet, ugye, azok, mint, mint azokban a kutakban, amiket mi is ismerünk. És ez amúgy szombaton tilos lenne, de a Szentében ezt is megengedték. És lehetett meríteni mi, beira ke, mi beira a Kir, és a Kir nevű Hútból, ami kiebb volt, a Szentélyen kívül, abból is lehetett vizet meríteni, ünnepnapon, de nem szombaton. Hogy miért ünnepnap? És miért nem szombaton, arra még vissza fogunk térni. Akkor ezek az engedmények voltak még a Szentélyben. Hogy lehetett ebből a, ezekből a külön, lehetett felsózni az oltárra vezető rámpát, hogy az emberek ne csúszanak el, és lehetett meríteni különböző nevű kutakból, amelyekből amúgy szombaton nem lehetett volna, de mivel itt, itt a szentében vagyunk, a szentében ezek mind-mind részesültek abban az engedményben, hogy a rabinikus elővigyázatosságban hozott rabinikus tilalmak alól felmentést kapunk. Azt mondja a Rami Ramyli, Rav, Ika, mi pár suner, ravet, a keves, mi is viseliek, lukum, még de Simmi, Még de laj, újra Minnú, Hocsi, Sziklom, még semmi, mély terv, de már de be. Következőt kérdezi Rav, Ika, raveton. Mit olvasunk a Misnában, hogy az oltárra vezető rámpát föl lehetett sózni, be lehetett szorni sóval. Mit látunk ebből, hogy akkor azért mondja nyilván ezt a misnát, azért mondja nyilván ezt a misna, mert azt akarja hangsúlyozni, hogy a szentélyben ezt meg lehetett csinálni, de a szentélyen kívül nem. E, akkor miért van az, hogy azt olvassuk egy brájtában, hogy ha az esős évszakban e, lucskos lett a, e, az udvar, akkor az udvart fel lehet szorni és le lehet taposni, igazából ez a kifejezés. Be lehet taposni szénával, akkor mit látok? Hogy a, nem a szentélyben vagyunk, és ugyanazt csinálom, mint amikor felsózok valamit, és mégis lehet csinálni. A sót, a felsózásra akkor miért mondja azt, hogy csak a szentélyben lehet? Amikor egy másikán azt olvassuk, hogy szénával fel lehet szórni és be lehet taposni az udvart. Azt mondja a Talmud, Sájnit, teven mert vált Azt mondja a Talmud, mi a különbség? A különbség a széna. Miért? Mert mi a probléma az, amikor felsózod a terepet? Akkor felsózod a terepet, hogy azt a sót már nem fogod semmire használni. A só ott marad a földön, és az úgy tűnik, hogy ezzel egyenesített ki a, a placot, és az olyan, mintha építkezné a sábeszka, ezért tiltották meg a rabbi. De hogyha az, amit beletaposol a földbe, az egy olyan anyag, mint a széna amit még fogsz használni, például oda tudod adni az állatnak, és az állat még lehet, hogy megeszi, akkor ezt nem fogod végleg ott hagyni, és ezért nem fog úgy tűnni, hogy építkezel. Pont ennek az örvény, megkérdezte levácha a vásítól, ez a so amiről beszélünk, itt mi történik? Ide megváltlélék a mai szép ha azt mondod, hogy itt ez a show, ez egy olyan show, amit, amit, nem fogsz már használni. De amikor felsózták a szentélyben az az oltára vezető rámpát, akkor ott hogyan viszonyultak -e ez a showhoz? Mi az előbb mi abban indultunk ki, hogy úgy, hogy azt a sót már nem fogjuk használni. Ugye az utcát, nem szeretnél utána fel a sót, hogy nem tudom én, azzal e, szórd meg a levest. Akkor itt is, ha felsózták a rámpát, akkor ez a só az már úgy maradt. Nos, hogyha, mert Vátlé, hogyha te úgy gondoltad, hogy ez úgy, fog, úgy, úgy marad, akkor itt van egy már beleütközünk egy másik problémába. Ugyanúgy az előbb azt mondtuk, hogy a négy, négy ruhánál, amit hordtunk, a Szentélyben nem lehetett többet hordani. Ugyanígy van egy másik tilalom is, hogy a Szentély építését nem lehet megtoldani semmilyen építménnyel, ami a Szentírásban nincs benne ami benne van a tórában, hogy hogyan kell építeni a szentét, úgy kell építeni, de ami nincs benne, azt nem szabad hozzátenni. Most a só, amivel felszólod az oltárnak a rámpáját, az nem szerepel, mint építőanyag a tórába. Akkor itt hozzátettél az építményhez úgy, hogy az nem lett volna szabad. A írva van, be divrája, mi? Ha kölbik számi, mi sem azt mondta Dávid Salamonnak, hogy minden, amit itt a szentély építéssel kapcsolatban mondok, azt és leírok, azt az örökkévaló adtanák át nekem. Tehát ahhoz nem lehet hozzátenni. Akkor mi lehet a másik varrnyolázat, hogy ezt a sót, ezt még össze fogjuk szedni? Löjjme, vátleneik. Mi ide löjjünk, a hávjék a akkor viszont van egy másik probléma. Ha ez nincsen a fejemben, úgy tekintve, hogy erről már lemondtam, erről a sóról, hanem úgy tekintve, hogy ezt még össze fogom gyűjteni, akkor egy másik probléma ezzel, és ez megint csak visszautalnék az előző misnánkra, hogy nem lehet semmi a testem és a szentében viselt ruhám, a szentében szolgálatot ö, végezve a szolgálat tárgya és a kezem, és ugyanígy a testem és a szentély között. Ugye a papok mezitláb mentek a szentében jártak, keltek a szentébe, és nem lehetett semmi a lábuk és a szenté padlója között. Ha ezt felszóltam felszórtam sóval, és úgy tekintettem a sóra, hogy ezt még össze fogom gyűjteni, akkor ez a só az még egy különálló entitás, tehát az elválasztotta a talpukat ta a az oltártól. Azt mondja a Talmud, hogy de Mikor igaz az, mondja a Talmud, hogy nem lehet semmi közted és a, a szentély között, mondjuk a lábad, talpa és a szentély között, amikor éppen valóban szolgálatot végzel. De lehet, hogy itt egy olyan dologról beszélünk, hogy amikor kalnitták jöttek, mentek, akkor nem mindig végeztek szolgálatot. És mondok olyan előkészületei a szolgálatnak, amikor föl kell menni az oltára, de nem igazából nem végzel szolgálatot, e, hanem csak előkészületeket a szolgálathoz. Például, hogy lachasze varim la keves, amikor az áldozatnak a maradványait, darabjait fölviszed az oltár rámpáján, hogy az oltáron égő tűzbe beletegyed, hogy ott elégjen, akkor ez a felvitel ez nem számít szentélybeli szolgálatnak. Ez egy előkészítés a szolgálatnak, de nem maga a szolgálat. És ezért nem probléma, hogyha ebben az időpontban föl van sózva az oltárnak a rámpája, és ez a só elválasztja a lábadat a rámpától. De ha a ha ikrivák a a ami van, már a keves, azt nem hogy tényleg a felvitele a az áldozat darabjainak az oltára az nem számít szolgálatnak, amikor az van írva Mózes harmadik könyvének első fejezetek 13-as mondatában, és fölvitte a kohanita az egészet, és feláldozta, elégette az oltáron. Úgy tűnik, hogy a felvitel is már része a szolgálatnak. Azt mondja, jó, igazad van. Ele, én hogy lak, azt mondja, szimlen, a Akkor mondok mást. Nem a, test, a részei, az a, nem arról van szó, amikor fölviszi az áldozatnak a részeit, hanem arról van szó, amikor fölviszi a fát az oltált tetejére, a tűzi fát, amivel a tűz, ami ott éget, táplálva van. És ezért ebben az időpillanatban ő nem szolgálatot végez, hanem csak a szolgálatnak valamilyen előkészületét. És hogyha itt a só elválasztja a láb, a talpát, a oltár rámpájától, akkor nem történt semmi. Oké. Okay. Térjünk vissza az, alap, az, alap tézi, az alapkérdéshez. Azt mondtuk, hogy ha lucsakos lett a, az udvar, akkor azt, azt mondtuk, hogy föl lehet szórni, és be lehet taposni szénával. Danesra, vagy kacsesni szkákló, még semmi mévit, tevőnő a de amelé ráv a ráv, vagy ha tányúk sem már, én már, de lébe azt mondta egy a paperravénak kicsit furcsa, hogy ezt tanítod, mert egy másik helyen ezt még kiegészítettük azzal, hogy ugyan belehet szórni és föl lehet taposni szénával az udvart, de csak úgy, hogyha valamilyen módon változtat a szokásos felszóráson és taposáson. É, például é, valahogy a valahogy egy, nem kézzel szórod, hanem belerakod egy dobozba, és a doboznak a, az alján lyukak vannak, és azzal szórod fel. Tehát valamilyen módon legyen egy sinúj, legyen egy változtatás ahhoz képest, hogy általában csinálod, az, a, azzal képest, ahogy szombaton csinálod. Hadarukim raviam amire a lév, Darás, Tolim, és a Mártelis, Néhem, Tauszem, Jadim, Brámkák, Amnum is van, ami lezek, Sum, Márdel, Márdel, Kupa, azt mondta igazatok van, Visszaveszem, amit mondtam. Amit mondtam, az téves volt. Milyen szerény volt ez a É, Kész volt bevallani, hogyha tévedett. Szóval téves volt, és valóban ami lezer is azt tanította, hogy ugyan föl lehet szórni szénával az udvart, és bele lehet taposni, de a szokásostól eltérő módon kell mindezt csinálni. Ugye ezt már többször tanultuk, hogy vannak olyan dolgok, amiket szombaton elvileg lehet csinálni, de a rabik azért, hogy valamilyen módon mégiscsak ne, nehogy elfelejtsük, hogy szombat van azt mondták, hogy ezt e, valamilyen változással, változtatással kell végezni. Oké. Okay. Ugye a mistának a, a második tézise az volt, hogy mi bőrhaggóila az e, volt egy olyan kút, ami fölött volt egy kerék, és azon volt a azon volt a dli, azon volt a, a vödör, és ezt, ezzel a vödörrel lehetett meríteni a kútból vizet. És az volt ennek a kútnak a neve, az egyik kútnak, most több, itt három kútról is ö, ö, szó van. Az első kút, amiről szó volt, az mi Bajrha Gojla, a számüzetés kútja. A második az volt, a neve az volt, mi Bajrha Godol, a nagy kút, és a harmadiknak az volt a neve, mi Boirha Kír, a falikút. Most nézzük az elsőt, mi Boirha Goyla, a számüzetés kútja. mik voltak ezek a kutak? Ula ilkla levére, mert nási azt gábra taraf a bavő, amel li táhel guffé, de Ugye mi, mi volt általában a probléma? A Egy pillanat, csak próbálom megérteni, az hogy hogyan ide. Nem értem pontosan, hogy. hogy ö, ugye általában különösen csak, hogy tisztázzuk, Ugye itt ez az engedmény arról szól, hogy ezekben a, ezek, ezekből a kutakból, bár olyan kutak voltak, amelyekkel, amelyekben kerékkel eresztették le a vödröt, mégis föl lehetett hozni vizet. Na, csak a szentélyben. A szentén kívül nem. Miért nem? Rási azt mondja, azért, mert attól tartunk, hogyha ezt megengednénk, akkor annyira belejönne a vízmerítésbe, hogy már merítene hozna egy vödör vizet, és azzal felönteni a veteményes kertjét. Oké. Okay. De valamilyen oknál fogva, itt van egy másik probléma is, hogy hangot ad ki. És gondolom, hogy ez valahogy kapcsolódik a kutakhoz, lehet, hogy ennek a keréknek volt valami hangja. Mert a történet, amiről beszélünk, az arról szól, hogy szabad-e szombaton különböző hangokat kiadni, szabad-e dobolni, ütni az asztalt. Ugye, nem egy, egy hagyományos hangszerrel játszok, de mégiscsak hangokat adok ki, és ö, valamilyen eszközzel teszem ezt. Tehát ö, ö, olyan, mintha dobolnék. És a történet úgy szól, hogy egyszer Ula Rábben a házába ment, és éppen ott vendégeskedett, amikor valaki kopogott az ajtón, és erre azt mondta Ula, hogy az az ember, akit kopog, a szégyenüljön meg. É, miért? Mert dobol szombaton. Erre azt mondta neki, Rába, tényleg tilos kopogni az ajtón? Amikor azt mondták a bölcsek, hogy tilos dobolni szombaton, akkor ezt csak arra mondták, hogy tilos egy ének hangot csinálni, egy éneket lekövetni, és, és, és úgy dobolni szombaton. És erről lesz szó a következő részben, részekben, hogy ez a hang ez a hang kifejtés, ez a dobolás, csörgés, és így tovább, ez csak akkor tilos, amikor tényleg valami éneket követünk le, vagy akkor is tilos, amikor um, amikor csak mondjuk kopogunk az ajtón. Különben ez valóban így van, és azért vannak olyanok, akik még így se csinálnak éneklés közben, nem berik az asztalt, sáveszkor, Sőt, vannak, akik még nem is tapsolnak szombaton az éneket, hanem valahogy valamilyen el, a szokásostól eltérő módon tapsolnak, mondjuk a, a, a kézfejüknek a hátsó részével. De mindenképpen ugye az a tilalomnak a lényege, hogy um, um, hogy um, ne doboljunk, mert akkor az olyan, mintha egy zeneszerszámot használnák, a zeneszer szám használata pedig azért volt tilos, hogyha elromlik a szám, akkor ne javítsuk meg. Elég távoli tilalom darablik, ennyire erővigyázatosak voltak. Mindez ugye a szentében nem élményes. Azt mondja a Talmud, észre a báje, Májlin Bidi Jofei, Mi Arak Le Azt mondja a Talmud, a bája a következőt kérdezi Rábát. Ugye Rába azt mondta most, hogy csak akkor tilos a hangkiadás, a dobolás, hogyha kifejezetten a zene valamilyen ének lekövetéseként, zeneszerszámként használják. De csak úgy simán egy csörömpölő vagy doboló hangot kiadni, ezen nem probléma. Azt mondja erre bájé. A következőt tanultuk um, egy másik helyen. Májli egy brájtában. Májlin jafi, um, mi arak. Hogy különböző hangokat lehet a betegnek kiadni. E, milyen hangokat? Hogy azt mondja, ki lehet... Egy vizet, be, vizet beleöntünk, hogy mondják azt, amit a, amivel felszívják a bort a hordóból. Nem jut eszembe ennek a neve magyarul, de segítsetek kérlek, tehát amivel így megszívják a bort, Na, ebben most vizet raknak, és ezt egy e, vasedény, megfordított vasedény fölé teszik, és az rácsöpög a vasedényre, és ilyen pang-pang-pang, ilyen kongó hangot fog kiadni. És ez a beteget megnyugtatja. Hogy miért nyugtatja meg, ez itt kérdés, vagy, vagy azért nyugtatja meg, mert ezzel e, 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 elalszik, de mindenképpen ez egy, ez egy kellemes hang, és ezt szabad csinálni a betegnek. Ehm azt mondja a Talmud, én de barilaj, ezek szerint csak egy betegnek lehet csinálni, de egy egészséges embernek nek, nem. Héhi ami láv dani meg a baj delitár, és a lujdi kala aszir. Azt mondja, nem, arról, nem azért van ez, mert, um, mert ilyen hangkiadás, ilyen csörömpölés is tilos a szombaton, szóval, pedig itt nem öm, arról van szó, hogy zenélni akarunk, hanem csak arról van szó, hogy nem akarjuk hirtelen fölébreszteni a beteget. Ugye itt volt, rosszul mondtam azért, hogy nem azért csinálták ezt, hogy elaludjon, valahol ezt olvastam, most már emlékszem, miért mondtam ezt, hanem azért csinálták ezt, hogy ne, ö, ne ébresszük föl hirtelen. Ez volt a, a vekker, ilyen finom hanggal, és akkor az ember így lassan ébredt föl, a beteg ember csak hirtelen ébredt csak föl, megijedhet, és ez rosszul lett hát tehát az egészségének. Oké. Okay. Most ugye mindenképp mit látunk ebből, hogy ha ezt csak a beteg embernél szabad csinálni, és nem a e, egészségesnél, akkor biztos ez azért van, mert egy egészséges embernél nincs megengedve az ilyen csörömpölés, még akkor sem az ze nem zenei célral csináltuk. Azt mondja a Talmud, de írvek a baj, de leino de mi stáme be Á, ah, vagyok, itt, itt most mondja a talmud. Szerintem, szóval, hogy nem, itt nem arról van szó, hogy fel akarjuk ébreszteni, hanem arról van szó, hogy el akarjuk altatni. És amikor el akarjuk altatni, akkor az olyan, mintha zene lenne. És ezért tilos egy egészséges embernél, és csak megengedett egy beteg embernél. Kezdjük előre, mert kicsit belezavarodtam, de nagyon egyszerű a dolog. Ugye azt mondja azt olvassuk, hogy tilos a betegnek hogy szabad a beteg fülem elé ezt a csörömpölést csinálni a lopó, lopótökkel, köszönöm, amiből lecsöpög a víz, és rácsöpög az edénybe. Mit látunk ebből? Hogy csak a beteg embernek lehet, de az egészséges embernek nem. Hogyha ennek a csöpöttetésnek és a csörömpölésnek az a cél, hogy lassan kent ébresszük föl, akkor ez nem egy zenehang, és mégis tilos az egészséges számára akkor mit látunk, hogy tilos csörömpölni Sábeszkor még akkor is dobolni, csörömpölni, hogyha nem zenei célra csináljuk azt. nem. Itt nem arról van szó, hogy a beteg fel akarjuk ébreszteni finoman, hanem arról van szó, hogy el akarjuk altatni finoman. És mivel az altatáshoz ez a, jó, ez a csörömpölős hang, kongó hang, ez olyan, mintha zene lenne, ezért tilos egy egészséges embernek, mert a zenéért valóban tilos a hangot kiadni. Azt mondja, Talmud, de észvejje, mert semmi, például észre, mint néha a minden háj, és semmi, hogy kedálják, hogy hogy váltsa, hogy szápek, hogy tápek, hogy hogy de lábdak, hogy a, kalla, a szín, azt mondtam, jó, akkor mondok egy másik példát, amiben megint csak megpróbáljuk bizonyítani, hogy a hang kiadás, a csörömpölés, a dobolás akkor is tilos, hogyha nem zenei célral történt. A Talmud azt mondja, van egy brájt, ami arról szól, hogy az ember kimegy a mezőre, a földjére, és látja, hogy jönnek a e, varjuk, és elviszik a termést, a madarak, akkor elijesztheti a madarakat ugyanúgy, ahogy e, hétköznap, csak arra figyeljen, hogy ne e, csinálja úgy, mint hétköznap, magyarul ne ugráljon, ne verje a melkasát, e, ne tapsoljon, e, tehát ilyen hangokat ne adjon ki, miközben elijeszti a madarakat. Miért ne? Úgy tűnik, hogy azért nem, mert tilos ilyen hangokat kiadni, tilos dobolni, pedig itt szó nincs arra, hogy zenét akarnak csinálni az illető. Azt mondta, nem, nem ezért tilos. Amire Vákabári Jáva Jakov, zére semmi ittölcsre, hanem azért tilos, mert attól félünk, hogyha hagynánk, hogy a, ezeket a módszereket, hogy ugrál, táncol, tapsol, a mellé veri, és így tovább, akkor a végén még fel fog emelni egy követ, és megdobja a madarakat. És az ugye tilos, egy tilos egy kő az mukce, az tilos lenne felemelni, és azért, hogy ez ne történjen meg, ezért a biztonság kedvéért megtiltották, hogy normálisan, a szokásos módon ijessze el a madarakat. Oké, okay, akkor ez sem. Jön egy következő eset. Egy következő Brighta. Vele a hadal, már nem ráv, már mert nos, szbe asszúr máj tájman, lábdak a majlit kala, a kala asszír. Szóval van egy Brighta, amelyik azt mondja, hogy a diókkal tilos játszani. Ez egy női játék volt a talmudi időben és tulajdonképpen a e, snooker, hogy mondják snooker? A... Hirtelen mit eszem be a neve? Elnézést, úgy látszik én nem pihentem eleget szombaton, hogy vaják, amikor a bottal Hosszú ruddal megütünk egy egy golyót, és az megüt egy másik golyót, és egy harmadik golyót. E, snooker-nek mondjuk héberül Gondolom az... Nem írtam, nem teszem be a neve magyarul. Elnézést kérek. Na minden ennek az ókori változata az az volt, hogy leraktak ilyen diókat. És az egyik diót nekirögték a másik diónak, a másik diót a harmadik diónak. És ez... Azt mondja, a Talmud, ez egy női játék volt. A nők ne játszanak ilyet sábeszkor. Miért ne játszanak? A biliárd. Biliárd? Biliárd. Igen, igen, igen. Biliárd. Köszönöm szépen, Balázs. Szóval az ókori biliárd az diókkal működött. És ne csinálják ezt a nők szombaton. Miért ne? Gondoljuk azért nem, mert ez is hangot ad ki, amikor az egyik dió neki ö, ö, megy a másiknak, akkor kiad egy hangot, és itt nem zenei hang van, és mégis csinos. Azt mondja, hogy nem. Dilma azt, e, azt mondja, hogy nem ezért tilos, azért tilos, mert ezt a földön játszották, és ha nem elég egyenes a föld, akkor ki fogják egyenesíteni a földet, ami viszont szombaton tilos, és ne semmi köze a hangkiadáshoz, honnan tudom, hogy így van, mert ugyanezt a játékot játszották Almával is, és ott nincs semmi a hang, és mégis megtiltja a brájta. Oké, okay, akkor ez se jó. És most jövünk el a mi mistánkhoz. Nem, mert <sínt> Málinba ének vagy énekbe adom még a sába, ez még da, hogy amedin, a lajj, nem is mondod, de Kalavi asszim. Szentja, mit tanultunk a mimistánkban, hogy a kerékkel föl lehet volt húzni a, ebből a két kerekes kútból a vizet. A szentében. Miért a szentében, és nem a szentén kívül? Azt hiszem, talán azért, mert a, a, a tilalom az lenne, hogy tilos hangot, csörömpölést csinálni, a, én még akkor is az nem zenei célú, és itt viszont csörömpölünk, és hangot, hangot csinálunk. És mert ez megengedett, szent kívül nem. Azt mondjam, nem, nem, ez a probléma. Laj, zére semmilyen málalegi naszölünk hurvasszai. Azt az hogy nem, nem ez az oka annak, hogy ez tilos, hanem az az oka annak, ahogy ezt mi is mondtuk az elején, Rási azt említette, mert normálisan attól félnénk, hogyha megengednénk, hogy a kútból, a kerekes kútból vizet merítsél, ott olyan sok vizet fogsz meríteni, hogy uh, uh, lehet, hogy belejössz a vízmerítésbe, és már viszed ki a, a veteményes kertetbe felönteni a kertet. De a szentélyben ez, ez ettől nem félünk. Szóval semmi köze, megint csak a csörömpöléshez. A mély már saralemil malabe gilgulga be mechaiza amar máj tájma gazra banan semmi malalegi nazvai, hogy vasszal a halék, legyinaika, a történet szerint a mély már meghozzának a főrabia megengedte, hogy a kerekes kútból merítsenek az emberek vizet. Azt mondta, miért? Mi az oka annak, hogy általában megtiltották ezt a rabbit? Azért, hogy a veteményes kerteket ne öntsék föl. A mi városunkban nincsenek veteményes kertek, mondta ő, és ezért megengedte a kerekes kútból való merítést. Kivöndek a haza, de katariba kitna, azt mondja, Szóval Tamu viszont, amikor látta, hogy az emberek ezt a vízmerítést, ezt valóban nem a veteményes kertre használták, de viszont beláztatták lent, akkor látta, hogy, meg, hogy mégis egy szombati tilalomhoz vezet az ilyen sok vízmerítés, akkor onnantól fogva ezt megtiltotta ma hozzában is. Itt különben egy jó kérdést, ugye mi a végeredmény? A végeredmény az az, hogy, a, hogy dobolni, csörömpölni zenei célnal nem lehet és azt kérdezi a, a Tamás, hogy akkor mi a helyzet a tóra a díszek, díszeként, ugye szokott lenni egy ilyen korona, és annak vannak ilyen kis csengői. Különben nem tudom, tudjátok-e, hogy ez honnan jön. Ezek a kis csengők onnan jönnek, hogy a főpap ruháinak az alján is voltak ilyen csengők, hogy amikor jött, akkor észrevegyék, hogy jön. És innen kapta sok ugye szokás, ami a tóra, a szóra szekrény, a zsinagógának az építészete, és itt a ezekkel kapcsolatos, az a szentéből származik, és az a csengő is onnan, onnan, származik. Akkor az hogy, hogy lehet szombaton? Mi erre a válasz? Hogy a, a végeredmény az az, hogy nem zenei célra lehet csörömpölni. Ugye ennek nincs zenei célja. A csengőknek, ami a Tóra tekesnek a koronájában, van, annak nincs, az nem valami zene számra, ének szóra csöngetjük. Oké, okay, ez végül is az végeredmény, hogy zenei célnal nem lehet hangot, hangot csinálni, nem lehet dobolni, nem lehet csörömpölni. Oké, okay. az utolsó ugye említett kút, három kút volt említve, Bérha Gorilla, Bérha Gadal és Bérha Kir, a, 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 a nagy kút, a Számüzetés Kútja és a Falikút. És ez a szó szerinti fordítása a falikútnak. Az egyik út volt, ami a Szentélynél volt, és amiből lehetett vizet meríteni. Azt, hogy próbáljunk tisztázni, hogy mit jelent ez a szó. Mi ez, hogy fal, falikút? Ugye ma azt mondom, mi ez, hogy falikút? Miért a falikút? De ez nem ezt jelentette. É, é, itt egész más fog ez jelenteni. Amar Shmuel, Bojseik rúla a lehad varim, vehit rúla. Azt mondja, Shmuel, ez a szó, hogy kir, ez abból a szóból jön, hogy karu. Hívni. Ez egy olyan kút, amivel kapcsolatban sokat hívtak, szóltak, és a végén meg lett engedve. Ugye itt arról van szó, hogy ez a kút, ez volt az a kút, amikor megérkeztek a Babilóniával visszatérő, a számüzetésből visszatérő zsidók, étlen szomja megérkeztek, ehhez a kúthoz érkeztek, és ez egy kerekes kút volt, és a rabbik megengedték, hogy szombaton ebből a kútból merítsenek, annak ellenére, hogy ezzel volt mindenféle probléma, de ezt, azok a problémák mind rabinikus problémák voltak, és ezt elengedték a rabbik, és megengedték, hogy abból merítsenek. És ezzel kapcsolatban látjuk, hogy bizonyos vészhelyzetekben, nehéz helyzetekben a rabinikus elővigyázatossági, rabinikus engedményeket föl lehet engedni. Most akkor ez szerint, az álláspont szerint ez egy bizonyos kút, aminek az a neve, hogy bérha kir, falikút, de az a szó, hogy fal, kir, az, az igazából nem abból a szóból jön, hogy fal, hanem abból a szakból, hogy kiru, hogy hívni, szólni. És ez az azt jelenti, hogy egy bizonyos kút, amivel kapcsolatban sokat szóltak, hívtak, sokat beszéltek, vita volt, hogy akkor lehet, nem lehet, e ezt jelenti, és ez egy bizonyos kút. Mész fejlődik a a kirai szitíról, hogy zöjbil várt, mi a márta van, le a májzöbil vár, Azt mondja, hogy van egy brájt, ami azt mondja, hogy nem minden falikutat engedtek meg, csak ezt a falikutat. Akkor ez ez a falikút, ez mégiscsak valami falikút, és nem pedig egy bizonyos kútnak a neve. A Amarab um, Nachman Yitzchak Bér Maim se nem már be kér, Bér Bair Mi Meho. Azt mondja, a Talmud a Bér Akir, akkor ez nem ezt jelenti, ahogy az előbb gondoltuk, hanem azt, amit Rab Nachman Yitzchak mondott, ez egy olyan kút, amiben élő víz van. Az élő víz azt jelenti, hogy van egy forrás víz, ami soha nem apad ki, és um, Jeremiás um, Enmies idézetében látjuk, hogy ezt is nevezik kírnek. Oké, okay. akkor ez ö, minden olyan kút, minden olyan kútvíz, aminek élő forrása vize, a tápláló vize, azt úgy nézzük, hogy pérha kír. Kírkút, kút. A kír az itt. Öm, azt jelenti, hogy forrás. Nem azt jelenti, hogy fal, hanem azt jelenti, hogy forrás. Oké. Gufa, lőjük a labai lesz a kérészi vált, a hanul leon, vim, s benne, amit tíró lehet. Lőjni, vim, s mert a minaga, vagy szem, vagy a déjen. Azt mondja, a Talmud elmesél, hogy valóban ez a kút, ez az a kút volt. A neve ugyan nem ezt jelenti, mert a neve onnan jön, hogy kír, hogy forrás, de valójában ez a kút, ez miért lett megengedve, úgy, ahogy az előbb is mondtuk, hogy amikor a babilóniai e, visszatérők megjöttek Babilóniából, nagyon szomjasak voltak, és nem tudtak, hogy mit csináljanak, szabad-e meríteni ebből a kutból, vagy sem, és végül a proféták, akik velük voltak, megengedték, hogy merítsenek ebből a kútból, De nem profétiák, tulajdonképpen nem is a proféták, vagy nem a profécia alapján, hanem azért, mert Minhaga vagy Szembi a DM, mert a felmenőik, atyáik szokása e, jutott újra eszükbe amely bizonyos szélsőséges esetekben megengedi a rabbinikus tilalmak annulálását. Oké, okay, ezzel ez a kérdés le van zárva, és most a utolsó részéhez érkeztünk a mai tananyagnak, ami e, megint csak a szentéről szól, méghozzá kedvenc témák, tisztaság, tisztátalanság kérdése. Ugye azt tudjuk, hogy van a Tórában nyolcféle olyan serec, olyan, E, csúszómászó, olyan e, állat, e, amelyik e, olyan hüllő, csúszómászó, nyolc e, neves csúszómászó, e, amit olvashatunk Módos harmadik könyvének 11-es fejezetének a végén, aminek a teteme az tisztátalanná tesz. Mi van akkor a találtak, mint a ilyen a gyík, a, tudom én, a teknős, a most nem, tudom, nem tudom fejből az összeset, az egér, a patkány, a stb. stb. Most mi van akkor, hogyha találnak egy ilyen serecet, egy ilyen, egy ilyen csúszomászót a szentében? Akkor ugye azt ki kell onnan vinni. Arra lesz szó, hogy hogyan kell kivinni, mivel kell kivinni, hogy minél kevesebb legyen, ideig, mi a lényeg, hogy minél kevesebb ideig legyen a szentélyben, vagy az a lényeg, hogy ö, minél kevesebb dolgot tegyen tisztátalanná a szentélyben. Erről lesz szó a következő részben. Szeretse se a migdas kohén cíjai behe Azt mondja, a misna, ha talált egy ilyen csúszomászó, halott csúszómászót a ö, tetemet. A szentélyben, a kohén, akkor magával a, ö, az övével, az egyik ruhad leveszi az övét, és az övével megemeli, ne a kezével, hogy ne váljon tisztátalaná, az övével megemelheti, és kiviheti a szentéből. Miért? Se lőj le a azért, hogy minél kevesebb ideig maradjon a szentében a tisztátalanság. Dívele rabbi ez a a véleménye. szerinte a legfontosabb, hogy minél kevesebb ideig maradjon a szentében a, a, a tetem. Nemi Huda, hogy mert svász, se lány, se Huda pedig azt mondja, hogy nem veheti le az övét, ne az övével vigye ki, hanem szerezzen valahonnan egy fa fogót. A fa az ugye nem adja tovább a tisztátalanságot, és mivel fontosabb, hogy hogy ne, ne tegyen tisztátalaná, minél kevesebb dolgot tegyen tisztátalaná, még akkor is, hogyha el kell mennie a távolba, valahol keresni egy fafogót, még az öve az teljesen kéznél van, mégis inkább fafogóval vigyek ki, mint hogy az övével. A következő kérdés az az lesz, hogy honnan visszük ki. Tehát, hogy hol, hol számít olyan helynek a szentében, ami már ö, ö, olyan hely, hogy onnan mindenképp ezt a tetemet ki kell vinni. Most ö, szereztem egy rajz, rajzot a kedvetekért szenté alaprajzát, hogy jobban ér, értsük, hogy mely, mely helyszínekről beszélünk. Azt mondja, a Talmud, melyik a mai cín, a mina éjjá, mina ullam, béna de nem is bejárt. Egy pillanat, ehhez ez egy kis variálásra lesz szükség, hogy értsük, hogy miről van szó. So Ja, nézzétek meg, ez ugye a szentének az alaprajza, és itt ugye ez az oltár, ugye ez az, ezt hívjuk úgy, hogy ez nosim, a női karzat. Itt volt, ezen a részen volt a női karzat, ahol a nép be tudott jönni, de igazából nem csak a nők voltak itt, hanem a sima zsidók. A nők voltak a karzaton, a férfiak voltak len. Innentől befelé már egyszerű zsidók nem mehettek be. Ez az oltár, amiről beszéltünk, ez Zoltánnak a rámpája, amiről szó volt, hogy be lehet sózni. Ez az az Zara. Ugye itt három kifejezés van, azért írtam hogy mind a háromat héberül, mert nagyjából ugyanazt jelentik. Az Zara, Ulam és Héhál. Mindegyik azt jelenti hogy nagyjából, hogy csarnok. Nem találtam jó kifejezést egyikre másikra. Ugye ez a szentek szentje legbelül, itt volt a Fridláda, előtte volt a Héhál, ami nem volt annyira szent, mint a szentek szennye, de mégis szent volt. És um, itt volt a három legfontosabb kellék, a menóra, a színkenyerek asztala és a kis oltár. Ez az ulám, ami a héhál és az oltár közötti, vagy az azara közötti rész, és ez az egész az azara. A, a, a amiről most beszélni fogunk, az az, hogy honnan kell kivinni a serecet, az ezekre a helyekre fog uh, hivatkozni. Akkor nézzük! Azt mondja a, a misna, néha majd cínai szaj, honnan kell már kivinni mindenképp a, ezt a tetemet? Azt mondja, azt mondja, Simon Ben Nános azt mondta, minha héhál, akkor ha megtalálta a héhálban, vagy minha ulam, ha megtalálta az ulamban, vagy ha megtalálta abban a részben, minha ulam, nem is beják az azarának annak a részében, ami az ulám és az oltár közötti részben van. erről a három helyről kellett mindenképp kivinnie a, e, a tetemet. Nivereb Simenben ezt mondta, mondta Simenben Mit mondott Rabia Kiva? Kolmokém se az zéni hát az Mi cína Azt mondja, Rabbi Kiva azt mondta ezzel szemben, hogy minden olyan hely, ahol e, ha bemész e, tisztátalanul, akkor ott e, áldozatot kell hoznod, ez egy bűn, tisztátalanul bemenni, vagy be belépni, arról a helyről ki is kell vinni a tetemet, e, amit ugye tisztátalanságot okoz. Tehát ő egy, egy tágabb e, térről beszél, ő tulajdonképpen a teljes azáráról beszél. Mert a teljes azára az már olyan hely, ahol tisztátalanul tilos bemenni. Sárkalom, hogy a sárka Kójfin alapszakter. Mi a helyzetre simon benne ő azt mondja, hogy nem, azon a három helyen kívül, amit az elején említett, szerinte nem kell kivinni, hanem ö, szombaton. Ugye végig arról beszélünk természetesen, hogy szombat van. Nem kell kivinni szombaton, hanem rá lehet tenni egy fordított edényt, ö, hogy ne legyen ilyen méltatlan. Ö, tetem. A szentében, és utána szombat után ki lehet vinni. A Simonai, mely makem a hamim, ha nasznulek ha, ha, elami Most itt az utolsó mislájában vagyunk, hogy a Balázs is fölhívta a figyelmünket az Éruvin traktátusnak, és itt te tesz egy általános kijelentést Rabbi Simon, és azt mondja, tudd meg, hogy minden olyan hely, ahol a rabbik engedményt tettek szombaton, az valójában nem egy igazi engedmény, az egy olyan, ami már eleve a tiéd volt, magyarul, ra, rabbi csak olyanban tudnak engedményt tenni, ami amúgy eredetileg is meg volt engedve. A, ami a tiéd volt, azt szerintem, hogy nem volt tilos. Ők megtiltották, és ők azok, akik ugyanúgy e, az engedményt megtehetik a saját tilalmukkal kapcsolatban. E, hiszen minden, amit, minden olyan engedmény, amiről szó van, az olyan engedmény, hogy úgynevezett e, rabinikus tilalom alól mentesít. Oké, okay, ennyit ennyi tartott a misna. Nézzük most a tanulat. Amar tevibár tevi bar kisna amar shmuel a machnis tamesh serec le migdash chayov. Serec átszmai patur. Mai tajma amar kro mi zahar adnak a sarcheyu mi se a serec en Talmust most arról fog beszélni, ugye azt mondtuk, hogy ha találtál egy tetemet a szentélyben, akkor azt ki, kell vinned. Sáveszkor is ki kell vinni a szentélyből. Van-e olyan tilalom, vagy mi, mi a tilalma a serec, a csúszomászó bevitelének a szentélybe? Ugye tudjuk azt, hogy a tisztátanult tilos bevenni a szentélybe. Általában ez a tisztátalanság, ez a halotti tisztátalanságra vonatkozik többféle tisztátalanság van, van a halotti tisztátalanság, és van, hogy mondja a serecnek, ezeknek a csúszómászóknak a tisztátalansága. a kérdés az az, hogy ez pontosan hogyan szól ez a tilalom. De a Kiszna azt mondja, a nevében, ha Máchnis és Serec le Migdos Hájav, ha, ha valaki tisztátalanul, olyan fajta tisztátalansággal, ami a csúszómászóval való érintkezésből van, lép be a szentébe, akkor azért felelős, az a bűnt követel, de ha valaki magát a serecet, magát a csúszomászot viszi be a szentébe, akkor nem. Miért? Mert az Mózes negyedi könyvben úgy fogalmaz a Tóra, ami Zahrádnak kévetese helyi, hogy minden tisztátalant, legyen az férfi vagy nő, küldjetek ki a táborból, akkor kinek a tisztátalansága az, amit nem lehet a táborban, ugye itt ez a tábor, az a szentét magát jelenti, az, aki olyan, mint a nő meg a férfi, Magyarul olyan, aki meg tud tisztulni. Maga a serec nem tud megtisztulni, maga a csúszomászó nem tud megtisztulni, és ezért ő, az ő bevitele az nem számít tilalom, az nem, az nem egy olyan tilalom, ami miatt felelős vagy, hanem csak az, hogyha tisztátalannál váltál egy tisztátalan ember, aki a csúszomászótól vált, tisztátalannál neki tilos belépni a szentébe. Bevinni magát a serecet a szentébe, az tilos. Az, az, meg, az nem tilos. Azt mondja, Talmud, me messiah, ne -e a Talmud léme me száj lémi zahrad neki volt a sárhé, jó prát lékli heres, nivre mi táj, ni mi lámi sum, de rész mi föl. Azt mondja, a Talmud euh, még, még hozzá tehetnék ehhez még egy tanítást, ami alátámasztja azt, amit mondasz, de mit mondtál te? Azt mondtad, hogy a férfi és a nő miért van megemlítve a, a, a tórai mondatban? Mert mi az, amit tilos bevinni a szentébe? Azt, aki olyan, mint a férfi és a nő, aki tisztátalanná vált. Milyen a férfi és a nő, aki vált? Olyan, hogy meg tud tisztulni a mikfében. Maga a serec nem tudna megtisztulni a mikfébe, és ezért a tilalom rá nem vonatkozik. Azt mondta erre a Bőszeg van egy másik tanításom, nagyon hasonlít ehhez. A férfit és a nőt küldjétek ki a táborból, a férfit és a nőt küldjétek ki, de ne az edényt, a cserépedényt, ami tisztátalanná vált. Miért? Ugyanezt a logikát lehet itt is mondani, hogy miért? Mert a férfi és a nő küld ki a, szentéb, a, a, táborból, mert ők meg tudnak tisztulni a mikfébe. A cserépedény nem tud megtisztulni a mikfébe. Azt mondja, hogy nem, nem, ez nem, ez nem támasztalás semmit. Mi se nász áftuma? Jacokli, heret se nász áftuma? Azt nem, ezért mondja a mi Bright azt, hogy a cserépedényt nem kell kivinni a táborból, mert az nem tud megtisztulni a, a mikfében, nem úgy, mint a férfi sem, aki meg tud tisztulni a mikfében, hanem azért, mert a cserépedény az nem válik avhatumává, az nem válik a, a főforrásával. főforrásává. Ugye többször volt már erről szó, hogy a tisztátalanság több szintje van, van a viába van maga az a dolog, amiből a tisztátalanság jön, aztán van az, ami megérinti elsőként, az a tisztátalanság primér forrása, és aztán onnan jön a risajnötum, a sejnyönötum, az elsődleges tisztáltalán, a másodlagos tisztáltalán, tehát mindig az érintkezésnek hányadik fokán vagyunk. Most a cserépedény nem bálik avhatumává, nem bálik primér forrásá a tisztátalanságnak. És ezért nem kell kiküldeni a táborból. Oké. Okay. Bárhogy is legyen, mit látunk mindenből Hogy Smuel tanításából az jön ki, hogy tilos ugyan bemenni a szentébe, hogyha én egy serectől, egy csúszómászótól váltam tisztátalannál, de magát a serecet be lehet vinni a szentébe. Most, hogyha ez így van, akkor ezt össze kell, hogy egyeztessük a mi misnánkkal, mert mi volt a mi misnánkban, hogy még szombaton is ki lehet vinni a serecet a szentéből. Akkor látjuk, hogy mégis van egy probléma az, hogy egy serec van a szentében.

E, rabi jöjjönömben bröjkö és rabi huda között. Ugye mit mondott a jöjjönömben bröjkö? Ha találsz egy e, serecet, egy serec tetemet, egy csúszomászó tetemet a szentében, azonnal vitt ki, akár a kohanita az övével fogja meg és vigye ki. Mit mondott rabi huda? Ne, ne az övével vigye ki, csak ne, e, hogy is jel, vigye ki egy fa e, fogóval. Lehet, hogy pont erről szól a vitájuk, de hanem Bembraika azt mondja, hogy tilos bevinni, nem, csak egy csúszómászótól tisztátalanná váltnak tilos belépni a szentébe, magát a csúszómászót is tilos bevinni a szentébe. És ha ott van az a csúszómászó, akkor azonnal ki kell vinni. még akkor is, hogyha ezzel az öv tisztátalanná válik. É, még Rabbi azt mondja, hogy nem, magát a, a, serecet be lehetne vinni a szentébe, nem lehetne bevinni, de nem, de nem, de nem szex megvelet egy tilalmat. És ezért, hogyha kicsit vársz, hogy találjál egy fafogód nem fog semmi történni. Azt mondja, a Talmud, de ne. kulálma, hája, de halka be, aki mi fligi, már szavás már szopra a pristvon, a Azt mondja, a Talmud, nem. Nem, nem, nem biztos, hogy ez a vitájuk lényege, hanem lehet, hogy mind a ketten úgy gondolják, hogy tilos bevinni, tórai tilalmat szegsz meg, hogyha magát a serecet viszed be, és nem csak akkor, hogyha a serectől tisztátalanná válva lézve a szentébe. E, és mi az ő vitájuk? A vitájuk csak arról szól, hogy mi, mi, a nagyobb probléma. Ha még egy kicsit ott van a, a légtérben ez a tisztátalan dolog, vagy hogyha valamit tisztá, e, e, tisztátalanná teszel ugye, ha az övével fogja meg, akkor gyorsan el tudja tüntetni, de az öve tisztátalanná válik. Ez a, nagyobb, ez a jobb megoldás, vagy az a jobb megoldás, hogyha ne váljon semmi pluszban még tisztátalanná, még akkor sem, hogyha esetleg hosszabb ideig ott van a serec. Idáig tartott a mai tananyag, holnap egy egészen rövid kis rész következik, még a 105-ös lap, de a 105-ös lap az egy nagyon rövid lap, és ezzel fogjuk befejezni az érőmint traktátust. Holnap reggel, szerintem, olyan 8-9 körül fogjuk kezdeni a tanulást. Attól függ, hogy, hogy süt be a nap az ablakunkon. Mindenkit sok szeretettel várok. A jövő héten pedig lesz egy kis változás, ugyanis nekem úgy alakul az életem, hogy nem fogunk tudni a jövő héten reggelenként tanulni, hanem feltétlenül esténként lesz a tanulás. A jövő héten, de erről is természetesen mindenkit értesíteni fogok, és nagy izgalommal fogunk neki látni a Pszachin traktátusnak. Még nem gratulálok mindenkinek, hogy befejeztük az Érőint traktátust, mert még nem fejeztük be, holnap még van egy 15 percünk. addig is kitartást, mindenkinek minden jót, egy szép estét, szép hetet, sikerekben, gazdag hetet kívánok. שבוע טוב, גוט אבוך!